A lengyel-magyar versenyen sikeresen szerepeltek Gyökeresné Kálai Mária, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola tanárának diákjai. Péntek Anna Vivien is tagja volt a hatodikosok csapatának. A hatodikos diák szeret versenyezni. A mostani versenyre a természetbúvár volt az útravaló, a posztereit és a világkalendáriumát, valamint Kán Károly életrajzát és a két nemzeti, egy magyar, egy lengyel parkot is meg kellett tanulnia. Leginkább azért jelentkeztem a versenyre, mert harmadik osztályos korom óta járok a természet szakkörre, és amúgy is szeretek versenyezni, ez már úgy benne van a rutinomba. A versenyről azt kell tudni, hogy a természetbúvának a útravalóját, a poszterét és a világkalendáriumát, Kán Károly életrajzát és a két nemzeti parkot évente kijelölnek, hogy melyikről kell tudni. Az iskolai fordulóban a tananyagot kérdezték, a megyeiben már a szaklapok írásait is tudni kellett, az országosra kis előadás is kell. Anna a kunhalmokról fog beszélni. Az iskolai fordulóban leginkább a tananyagot kérdezik, a megyeiben már rámennek inkább a útravalóra, a poszterra és a világkalendáriumra. Az országosra meg már még hozzá kell adni a 2021 második számát a természetbúvárnak, és itt már inkább a legrészletesebb dolgokat is kérdezik. És most készülök az országosra egy kis előadással a kunhalmokról. Az online oktatás alatt az előadását anyukájával gyakorolta. A természettudományos verseny a kedvence volt, szereti a biológiát, vannak otthon kőzetei, ásványai is, de indult még több megmérettetésen is. A biológiát nagyon szeretem, a kőzeteket és az ásványokat is. Esetleg van is otthon? Igen, van, most a hacsette ásványok gyűjteményt is gyűjtöm. A tananyag mellé sokat olvasott, hogy mindent tudjon, hiszen várnak még rá versenyek, kis előadások. A versenytől nagyon sok tudást kapott, és bízik az országos sikerben is. Minden nap kell tanulni hozzá, be kell osztani rendesen. Mert most is a kis előadás 20-áig kell nekem még itt leadni. A verseny, mint tudott, online volt megrendezve, vagyis fel kellett regisztrálni, és egy online feladatlapot kitölteni. Most a országos úgy lesz, hogy még egy terepgyakorlat is, hogy hozzá lesz videóban, és addig lehet jegyzetelni, és ezt utána egy külön feladatlapba kikérdezik. Nyáron családjával nemzeti parkokba, hegyekbe kirándulnak majd, mert szeretik a természetet járni.